3-0-as végeredmény, ha valaki most kapcsolódik be, akkor láthat mindent, semmiről sem marad le. Ez a mérkőzés elején a 7. percben Hajnal szabadrúgása. Igen, mert szólt eltettünk, de olyan gyönyörű lövés volt. Én azt gondolom, hogy meg is érdemelte Hajnaltom. Én nagyon örültem neki, én szurkoltam neki nagyon. Gyönyörű, ahogy eltalálja, szépen megnyitja magának, és oda a felsőbe. Én szerintem ez védhetetlen. Oda lőtt a sorfal mögé, fel a felsőbe. Én szerintem nem lehetett védeni. Jó ezt sokszor nézni a mérkőzés közben, és sokszor néztük, sőt volt olyan pillanat, hogy tulajdonképpen ez a gól tartotta a lelket a nézőkben, főleg a televízió nézőkben, mert a második félidő úgy kezdődött, ahogy igazán nem számítottunk rá, és ahogy Albániában Babos volt a hős, most a sárgalapok miatt eltiltott Babos helyett Fülöp vált egy kicsit hőssé ebben a periódusban. Így igaz, és dicsérjük meg azért a máltaiakat, mert még egyszer mondom, nem bunkerfocit akartak játszani, hanem ilyenekre számítottak, és talán, hogy gólt jönnek, de itt lehet látni, hogy Fülöp Marci az utolsó pillanatig kivár, gyönyörűen zárja a rövid sarkot, és aztán bravúrosan hárítja ezt a lövést, de hát itt azért hát meleg pillanatunk volt. Így van, nagyon meleg volt a helyzet, és tetszettek a máltaiak, még hogyha magabiztosnak tűnő győzelmet is arattunk. 52. perc, egy Gera, fejes. Igen, a Gera beállításával a második félidőben azért sokkal hatékonyabb lett a támadó játékunk. Ez még az előbbi helyzet, amit Fülöp Marci bravúra a védett és le tudott nyúlni maga mellé. Az utolsó pillanatban történt ugye ez a védés. Itt lehet látni, hogy itt Juhász mellett megszerzi a labdát a máltai, és itt bizony bravúra volt szükség Marcitól. Ugye közben megvolt már Gera fejese, és most ugrunk az 54. percbe, amikor pedig az idézőjelben retteget Mifsud villan meg, és ez is szép védés. Így van, gyönyörűen kijöttek a vendégek a szorításból, és itt már próbálták ugye a támadásokat befejezni, egyre veszélyesebbek voltak, egyre jobb lövésekkel próbálkoztak, itt is Marcinak bravúr kellett. Nagyjából ez a 10 perc volt, amikor a máltaiak ijesztgettek bennünket, puszti kapufája. Én azért azt mondom, ez a lövés ez volt eremájtó, nagyon szépen elrúgta Szabja hosszúra, és ezt a kapus már csak vízte. Biztosan nem tudott volna közbeavatkozni, jól lehet látni, hogy kapufát is érünk ki a lövés. Aztán Bodnár a jobb oldalon és a kipattanó után puszti egészen távoli lövése. Igen, ez is egy fantasztikus jelenet, hiszen ez is jelzi azt, hogy a játékosok tele vannak önbizalommal, vállalkozókedvel, és ez is olyan 25-30 méterről szinte helyből rúgta Huszti Szabolcs, úgyhogy hogy mindent bedobtak a játékosok, amire a közönség belül volt. Meg a máltaiak is nem hagytak fel azzal, hogy ijeszgessenek bennünket, így gyömöszölték a labdát, amiből Dzsuzsák ki tudott lépni, gól nem lett belőle. Igen, de itt is látszik, hogy 2-2 ellen voltunk, tehát itt azért már fellazultak, hogy Kijev ért a máltai csapat. Tulajdonképpen a védőjét azt lepukott ezzel, hogy megtolta mellett a ritmus váltott, a lövése nem sikerült. De ez egy nagyon szép ellenakció volt. Hát, hogy aztán bele lehetett volna a Torgelének tenni, vagy sem, hát ez mindenképpen van, csak nézőpont kérdése. Megint ugrunk 5 percet, a 77. perc. Bodor a kifejelt labdát pedig Halmosi bombázza fölé, talán túl magasra pattant előtte a labda. Igen, nem volt ideje kivárni, hogy lejjebb menjen a labda, hát a levegőbe életveszélyesek voltunk, illetve hát a máltaiak sebezhetőek. Huszti beadása, 80. percben Huszti lett a meccs legjobbja Pul Sándor és Nyilasi Tibor választása alapján. Gera fejes gólja, Gera a második félidőben állt be, és itt aztán minden gát átszakadt, mindenki felszabadult. Így van, ez egy lélektanilag fontos dolog volt, mert ugye az 1-0 az 1-0, a 2 pedig már egyértelműsítette a fölényünket, meg hát eredményben nem mindegy. Viszont Gera Zolit mindenféleképpen dicsérjük meg, már egy fejessel beköszönt, ez pedig ugye nagyon jó fejelte le a földre, kapus nem tudta lereagálni, és hát megint visszakanyarodnék azért Huszti Szabira, hogy megint ugye az ő beadásából született ez a gól is. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy elég sokat hozzá tudott tenni Huszti a játékhoz, viszont Gerát is dicsérjük, mert nagyon szépen fejelte le ezt a labdát. Interjú Husztival is, meg többekkel is mindjárt a rendkívüli zuhanyhíradóban, de a 84. perc következik, amikor újra Huszti teszi át a jobb oldalra, és Bodnár alig feljeli mellé. Igen, ekkor már örömfoci volt, és itt lehet látni egy gyönyörű keresztlabda, egy 40 méteres keresztlabda a jobb oldala meginduló Bodnár Lacinak. Hát, ha egy kicsit frissebb lett volna Bodnár Laci, akkor talán góllal fejezi be ezt a szép tám
támadást és ezt a szép akciót, tehát ne legyünk elégedetlenek. Öröm volt nézni többek között Huszti Szabolcs játékát. Bodnár, ő még aztán a 87. percben is bírja, Gera és Torgelle. Igen, egy érdekes dolog volt, mert Gera kinyúlt tulajdonképpen a védője mögül. És a Struszpoén 94. perc, mert eddig is hagyta a játékvezető Huszti és Juhász. Nagyon helyesen tette, volt egy csere a hosszabbításban, tehát én azt gondolom, hogy jogosan rakott még hozzá egy fél percet a mi örömünkre, mert így a Struszpoén lett, és így azt hiszem, hogy a 3-0 az egy teljesen meggyőző eredmény, láttok alapján azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk ilyen arányban is. És amíg nézzük a gólt, addig is jól érezzük magunkat, és aztán ha ránézzünk a tabellára, akkor mindjárt még jobban érezzük magunkat, mert bár a dánok